Páratlan kiállításnak ad újra otthont a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Szinkulics Ibolya és fia, Alföldi Ákos már harmadik alkalommal mutatja be alkotásait a nagy közönség előtt. A kiállítás Borsi Csaba, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója nyitotta meg október 14-én. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy az intézmény bemutatkozási lehetőséget biztosít a helyi művészeknek is, hiszen ők is aktív résztvevői Hajdúszoboszló kulturális életének. A tavasz szépsége és annak színgazdagsága elevenedik meg Szinkulics Ibolya virágba boruló tájképein. Az alkotó és fia, Alföldi Ákos már harmadik alkalommal állítják ki műveiket a kulturális központ aulájában. A kiállítást Borsi Csaba, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója nyitotta meg október 14-én. Kiemelte, hogy igyekeznek bemutatkozási lehetőséget biztosítani a helyi művészeknek, hiszen ők is aktív résztvevői Hajdúszoboszló kulturális életének. De a jövőben még tovább szeretnék menni, és inkább szeretnék visszatérni a helyi közélethez, művészeti élethez, hiszen ugye sem Ibolya, sem Ákos nem munkácsi díjasok most még, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül a jelenlévők száma bizonyítja azt, hogy igenis fontosak a város művészeti életében, közéletében egyáltalán. És nyilván itt akkor természetesen kiállítás, illetve maga ez az esemény is inkább sokkal-sokkal fontosabb és jelenvalóbb ma Hajdúszoboszlón, mint egy nagyon ismert, nagyon elismert, de mégis itt helyben kevésbé ismert alkotói. Tányér József könyvtár vezető pedig elmondta, hogy az alkotás az egyéni folyamat, de a megmutatkozás, a kiteljesedés élménye igazán csak a közösségben valósul meg. Mert alkothatunk magunk boldogságára, de az igazi örömet én úgy gondolom az adja, ha a közösségben éljük meg, és ha itt kiállíthatunk, és ezért is örülünk, hogy az intézményben itt kiállíthatjuk a képeket. Szinkulics Ibolyát és fiát nagy örömmel töltötte el, hogy ismét lehetőséget kaptak. A művészek a jól ismert képek mellett újabb alkotásokkal is gazdagították a színpompás tárlatot. Nem csak az ilyen mediterrán jellegű képekkel jöttem most, hanem inkább absztrakt képeket is készítettem, meg a természet közeli képeim mozzömmel azok vannak. A háttérben is láthatjuk, hogy szinte a tavasz elevenedik meg a képeken. Milyen technikával készült, milyen a színvilága? Ez konkrétan késes technikával készült, tehát festőkéssel, nem ecsettel, és hát a színvilága az ilyen nagyon-nagyon színes. Én szeretem a színeket, tehát az impressionizmus áll hozzám közel, a fények, a színek. Úgyhogy ez szinte majdnem az összes képem így készült. Mennyivel másabb ezzel a technikával festeni, mint ecsettel? Ecsettel részletgazdagabb, nyilván olyan képem is van. Ez hamarabb, de bátrabban tudok festeni késsel, és nem kell annyira részletgazdagabban festenem, tehát sokkal jobb. Ibolya képei tobzódnak a színektől, de ő mégsem törekszik hivalkodó a valóságtól teljesen elrugaszkodó technikai bravúrokra. Nem a kép tökéletes lemásolásán fáradozik, hanem kreativitását és technikai tudását alkalmazva veti vászonra érzéseit, gondolatait. Ha látok egy nagyon szép fotót például, ugye nem mindig lehet ezt a természetben készíteni a képeket. A fotók alapján szoktam általában, kiválogatom, és hogy hangulatában közelítsenek egymáshoz a képeim. Tehát két különálló hangulatú kép, mint például itt is látható a paravánokon, hogy színben, színvilágában, hangulatában egyezzen. Egyre inkább a saját fantáziámmal is kiegészítem, mert akkor az olyan lenne, hogy lemásolom egyik képet a másikra. Tehát teszek bele nyilván. A színvilág az teljesen más lesz. Van úgy, hogy például ez a képem is úgy készült, hogy háromszor festettem át. Tehát nem tetszett, néztem, nézegettem, és akkor jó, teljes más színvilág lett.
Az alkotás öröme mindig végig kísérte az életét. A barátok és a család biztatása segített neki abban, hogy a nyilvánosság előtt is megmutassa képeit. Azóta is ez az állandó motivációja ahhoz, hogy önbizalmát életben tartsa, ami a folyamatos alkotás egyik mozgató rugója. Szerintem kihoztam a maximumot belőle. Nagyon nagy az érdeklődés. Például én most is úgy gondolom, hogy elég sokan el fognak jönni. Szeretik a képeimet. Volt olyan, hogy meg is vettek a képeimből, tehát az sem utolsó szempont. Tehát szeretem, hogyha egy élményt nyújtok azoknak az embereknek, akik megnézik. Például reggel, mikor tettük fel a képeket, akkor sokan mondták, hogy hú, hát ez csodálatos, hogy milyen jó fotózták idegen emberek, ismeretlenek. Tehát ez egy olyan jó érzés. Ákos képeit témájában másabb, kötöttebb formavirág jellemzi, mint az édesanyjáit. Alkotásai visszavezethetőek a totemisztikus, az ősi templomi vagy a még korábbi művészetig. Igazság szerint sokszor én magam sem tudom, hogy mit fog rajzolni, csak úgy leülök és hirtelen valami úgy eszembe jut. Lepörgetem a fejemben, miket rajzoltam, miket alkottam eddig, és igyekszem olyat alkotni, amit még soha nem rajzoltam. Amikor egy számomra új ötlettel vagy rajztémával próbálkozok, akkor mindig fennáll a kockázat veszélye, hogy bármikor elronthatom, meg hogy jobban soha nem fog sikerülni az adott rajzot elkészítenem. Így úgy alkotok mindig, hogy magam sem tudom, hogy fog sikerülni. Az ő képein látszik a tudatos szerkesztés, a precíz árnyékolás és a kidolgozás iránti elkötelezettség, különböző kultúrákból veszi az ötleteket és a saját fantáziájával fűszerezi azokat. Őszintén mindig csak a hibát keresem benne, meg sokszor van napokig nem nyúlok hozzá a rajzhoz, mert hogy elmegy a kedvem tőle, ettől a monoton árnyékolástól meg témától. Számomra az lenne a lényeg, hogyha változatosan alkotnék. Hogyha egy rajz fölött több óra hosszát töltök, akkor nekem az mások, de valahogy mégis bennem van a gondolat, hogy muszáj vagyok befejezni, mert máskülönben tényleg nem lesz belőle semmi se. Bár édesanyja stílusától teljesen eltérő világ az övé, de ha jól megfigyeljük az alkotásokat, mégis több közös pontot figyelhetünk meg kettőjük között, amelyet a művészet iránti alázat tesz teljessé.